Európa szinte minden sarkából jobbnál jobb filmeket nézhetett végig a közönség a fesztivál ideje alatt. A Palicsi Toronydíjat, azaz a legjobb rendezésért járó elismerést Tudor Gyurgyi Emberekről és Csigákról című filmje kapta. Ez egy értelmes, káprázatos és tréfás komédia, amely bemutatja a román kinematográfia friss arcát, mondta Srdjan Dragojevic, az idei zsűri elnöke. Az Aranytoronydíjat egy teljesen más stílusú film érdemelte ki ebben az évben. Zlatni toran, za najbolji film je potpuni antipod ovom prethodnom filmu, rumunskom filmu. I to je film Borgman u režiji Alexa von Varmedama. A Borgman című holland film bátor és egyedülálló, tele van nem várt fordulatokkal. Olyan kérdéseket feszeget, amelyekre nehéz válaszolni, emelte ki a zsűri. Az elmúlt 20 évben a fesztivál szervezőinek mindig sikerült betartaniuk azt, amit ígértek. Az idei rendezvényen pedig az európai kinematográfia kiemelkedő képviselői is jelen voltak. Nikom od nas nije da skačemo ispod te lestvice. Mi bismo ako možemo da iduće godine preskočimo lestvicu i da napravimo novi rekord. Ami a párhuzamok és ütközések programját illeti, a legjobb filmért járó díjat Ugur Yücel, a Cold, azaz a Hideg című filmje, a külön díjat pedig Alexei Balabanov, Én is akarom című filmje kapta. Az ünnepélyes díjátadás péntek este lesz Palicson a szabadtéri színpadon.